Hát sziasztok, üdvözöllek titeket! Mai nap érkezett hozzám egy csomag, és ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mit is rejt ez a csomag, és igazából ennek a tartalma egy újabb videót fog eredményezni, vagy videókat, majd ezt természetesen kiderül. Nézzük meg, mi van ebben a csomagban, és kezdjünk hozzá ehhez a videóhoz. És itt is lennék, és itt van ez a csomag, ami érkezett, és nézzük meg, bontsuk ki, hogy mit is tartalmaz ez belülről. Ugye alapvetően, ugye még ez egyáltalán nincsen kicsomagolva, tehát tényleg én is most fogom látni veletek együtt a tartalmát. Én tudom, hogy elméletileg mi van benne, de igazából semmi mást nem tudok róla. Illetve hát, hogy annyit tudok, amit már a címből is ugye valószínűleg kiderült a videó címéből. Na nézzük, hogy miket tartalmaz. Ugye van itt a csomagnak a tetején egy coax kábel, ez egy videókábel, úgy látom. Ugye ezt majd meg fogjuk nézni. Itt eléggé picit olyan lógós a vége a kábelnek, majd ezt megnézzük. Elképzelhető, hogy ezzel valamit majd itt alkotok, de majd ez kiderül. Ilyen szivacsos dologban van becsomagolva. És hát ugye, tadám, itt az első dolog, amit rejt a doboz. Ugye, aki nem ismerné, annak elmondom, ez egy Braille Lab plusz 77-es számítógép. Ugye erről annyit kell tudni, erről a számítógépről, hogy ez nem más tulajdonképpen, mint egy Home Lab számítógép. Annyi kiegészítővel, hogy ugye tartalmaz egy beszéd szimulátort, ami tulajdonképpen ugye rámondja nekünk a begépelt szöveget, ezt ugye vakoknak találták ki, ezt a számítógépet. Amit pluszban, azt tudni kell, hogy ez a plusz 77-es szériáról azt kell tudni, hogy ugye ennek van floppy csatlakozója, tehát ugye ide floppy-t rá tudjuk csatlakoztatni, és érdekes módon erre a csatlakozóra megy a tápfeszültség is, tehát a floppy egység biztosítja a tápot is ennek a Braille Labnak. Ugye egy elég érdekes számítógép, meg fogjuk nézni természetesen, ugye ezek hibásak, ezek a gépek, ugye ezeket azért küldték, hogy megjavítsam. Hát természetesen azért szépen bele fogunk nézni, és meg fogjuk nézni ezeket a gépeket úgymond belülről is, és tüzetesebben egy picit szemügyre vesszük, megnézzük, hogy milyenek is voltak ezek a gépek. Ugye ez az egyik gép. Ugye egyébként majd beszélünk az állapotukról is. Itt a csomagolás rejt egy másikat. Ez szintén egy Braille Lab, viszont ez már csak egy Braille Lab 3-as. Én azt hiszem, hogy annyi a különbség talán a két gép között, hogy ha jól tudom, memóriában van például a különbség a két számítógép között, majd ezt is meg fogjuk nézni, hogy mi a különbség a Braille Lab Plus, illetve a Braille Lab, sima Braille Lab 3 között, de egyébként kinézetre mindenre teljesen ugyanaz a két gép, ugye minden egyébként egyezik rajta, ugyanaz a burkolat, ugyanaz a nyomógombsor van rajta, úgyhogy ezeket természetesen meg fogjuk nézni. És ugye a doboz elméletileg rejt még egy egységet, ami egy elég nagy érdekesség lesz, mert ebből nagyon-nagyon kevés van szerintem már, és ugye ez ilyen szemszögből egy különlegesség is, ezért ezt meg fogjuk vizsgálni. Ez nem más, mint egy floppy egység, ami a Home Labokhoz van igazából rendszeresítve. Ugye ez annyi különbséggel, hogy ez a floppy egység biztosítja a tápot is ezeknek a Braille Laboknak, tehát ő egy floppy. Ugye látjuk, hogy itt van egy elég széles csatlakozó, ugye ez megy a rendszer csatlakozójára magának a gépnek, és ugye van benne egy 5/4-es floppy meghajtó. Ez egy szép filmdobozba van berakva, hát ezt majd meg fogjuk nézni, hogy tulajdonképpen mit is rejt ez. De igazság szerint gyanítom, hogy ebbe túlnyomó részt nincsen más, csak maga a floppy meghajtó, illetve egy tápegység, mert tudomásom szerint a maga a floppy kontroller az majd magában a gépben van, de ezt természetesen meg fogjuk nézni. Ugye ezeket most én ide szépen kirakom, ugye ez a csomagolás,
És tulajdonképpen ezt a dobozt természetesen el fogjuk tenni, majd ebbe fogjuk visszaküldeni. És ugye a videó erről fog szólni, ezeknek a gépeknek a javításáról fog szólni, de természetesen azért meg fogjuk nézni, megvizsgáljuk ezeket az egységeket is, hogy milyen ezeknek a felépítése, és hogyan is néz ki belülről maga ez a gép. Olyan tartalmat most ebben a videóban, hogy egy ilyen nagyon részleges visszafejtés, mint például a Tritonnál volt, ilyet most ne várjatok, mert ilyet nem terveztem ebben. Egy az, hogy ezeket a gépeket csak javítani kell. Tulajdonképpen azt fogom egyedül megnézni ezekben a gépekben, itt a floppy meghajtó az, ami érdekesség lehet, túlnyomó részt. Maga a gép egyébként azon túl, hogy benne van ez a beszédszintetizátor, ezen túlmenően egyébként alapvetően egy Homelab 4-es számítógépről van szó, ha jól tudom, mind a kettőben, de ezt is meg fogjuk nézni, hogy mi a különbség mondjuk egy szimpla Homelab, meg mondjuk egy ilyen Braillab között, azon túl, hogy más ugye az EEPROM-nak a tartalma, meg mint ahogy mondtam, ezek a kiegészítők benne vannak. És körülbelül ennyi, szerintem itt most fog jönni egy vágás, és elkezdjük nézni valamelyik számítógépet, és akkor elkezdjük megvizsgálni ezeket a dolgokat. És akkor itt is lennék, nézzük meg ezt a floppy meghajtót belülről, ami egyben egyébként egy tápegység is. Amit lehet rajta látni, ugye ez egy fém dobozban van, egy ilyen fém műszer dobozban van berakva. Ugye szépen itt vannak hátul rajta különböző feliratok, és ugye azt lehet látni, hogy egy ilyen széles szallag kábel, hát most ezt meg nem számolom nektek, nem tudom, ez így ránézve, szerintem ez ilyen 50 ér körüli kábel lehet, szerintem ez egy 50-es kábel, vagy valami ilyesmi szélességű csatlakozó kábel. Ugye több mint valószínűleg, hogy ezen jön, biztos, hogy nem több mint valószínűleg, tehát itt ezen a részén jön a távfeszültség, a másik rész meg maga a floppy meghajtónak a bekötése. Nézzük meg belülről, ugye egy normál tápkábel van hozzá, ez a klasszikus védőföldes csatlakozó, és ugye nézzük meg, illetve egy 5/4-es meghajtó van benne. Nézzük bele ebbe a meghajtóba. Egyébként is érdemes ugye megnézni ezt a meghajtót. Egy az, hogy technikai érdekesség, a másik dolog pedig, ugye mindenféleképpen leellenőrizném ezt, hiszen nem működnek a számítógépek, és ugye igazából nem lehet tudni azt sem, hogy akár lehet tápjiba is, bármi ilyesmit, tehát mindenféleképpen érdemes belenézni, hogy nincs-e valami árulás ezekben az egységekben. Valószínűleg nincs egyébként, valószínűleg más okozza itt a gépeknek a problémáját, de biztos, ami biztos, azért ezt is leellenőrizzük, tehát ezt mindenféleképpen egyébként is megnézném. Ugye alapvetően azt látjuk, hogy innen például hiányzik egy csavar, tehát ezt majd fogom benne pótolni, ezt most látom, ugye mindenféleképpen, nekem a feladat tulajdonképpen az, hogy ezt valami úton, módon üzemképessé tegyük. És így van, egy szép alufedél lejött róla, látszanak is itt különböző melegedési nyomok. Nézzünk bele, ugye a másik kamerában látjátok a dolgot. Ugye amit látunk róla, van benne egy meghajtó. Itt meg fogom nézni magát a floppynak a fejét is, mert már most látom, hogy a floppy feje picit feldénál. Ennél a meghajtónál is azt látom, hogy ugyanaz a hiba el van követve, hogy sajnos úgy van tárolva, vagy nincsen belerakva lemez. Vagy floppy lemez, vagy ez a papírlap, hanem simán ebbe az állapotba tárolták, és ugyanaz a probléma már most látom, hogy fennáll a floppy meghajtónál, mint a Commodore 1571-nél szokott lenni. A fejnek a felső részes régen áll. Ezt így szemmel rögtön lehet látni, tehát ez egy alapvető probléma. Nem nagyon, de félreáll. Nem tudom, hogy kamera mennyire fogja ezt visszaadni. Megpróbálom megmutatni nektek, nem tudom, mennyire fogja visszaadni. Ugye, higgyétek el, szemmel sokkal jobban lehet látni ezt a dolgot, de lehet, hogy így is lehet látni. Ugye itt az emelőkar, itt emeli a fejet, és ugye mivel folyamatosan ebben az állásban van, arra lejt a fej. Ugye ezért kellene ebbe tenni egy papírlapot, olyan, mint egy floppy lemezt, és folyamatosan lecsukva tárolva, hogy ez a kar ugye itt tehermentesüljön. Sajnos ugye ez a floppy meghajtó, úgy látom, hogy még ilyenkor is ebben az állásban is kitartja magát ezt a kar, de valószínű egyébként, hogyha volna benne floppy lemez, akkor ez nem így lenne. Mindjárt le is állítom ezt a kamerát, és akkor megnézzük, hogy így van-e, ahogy mondom. Na és akkor itt is vagyok. Egy ilyen fekete kartonlap, ugye nem az a lényeg, hogy fekete, tehát lehet ez fehér, a lényeg az, hogy is azért egy ilyen vékonyabb karton, hogy legyen tartása, mint egy floppy lemeznek. Ezt ide bele kell dugni, úgy, mint egy floppy lemezt, és akkor ezt elméletileg így kéne tárolni. Most úgy látom, hogy ez a floppy még ennek ellenére is ugye a fejet egy picit megemeli. Hát igen, de mégsem annyira tartja fel a fejet,
ilyen állásban. De szerintem ez egyébként ez már lehet, hogy az a probléma, hogy itt megvan a rugó egyébként gyengülve. Na most ezt majd meglátjuk, fejet valószínűleg le fogom venni a gépről, vagy ki kell ezt venni a flopiból, és ezt meg kell igazítani, mert ez a flopi fej így, ebben a formában biztos, hogy nem jó. Ezt egyszerűen, ez biztos, hogy korrigálni kell ebbe a flopi meghajtóba, hogy ez jó legyen. Ez szinte 100%, hogy ez így nem üzembiztos. Ha vagy Isten még működik is, de hogy nem üzembiztosan, ez 100,000%. De itt van a kamera, nézzünk szét. Egyébként összességében azt lehet mondani, hogy nagyon szép tiszta belül. Tehát semmi gond. Ugye nézzük meg, hogy milyen floppy ez egyébként. Ez is szerintem ez egy teak floppy, így ránézésre, de mindjárt meglátjuk, hogy milyen ez. Így van, ez egy teak FD55GFR. Ugye ez az a floppy meghajtó, erről már volt szó, amire azt mondtam, hogy ebből a floppy meghajtóból a fejet át lehet emelni magába a 1571-es Commodore floppy-ba is, mert egyébként nagyon, ha jól tudom, vagy legalábbis nagyon úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a Commodore-ban is egy teak licenszű floppy meghajtó van benne, és ezt egy az egybe szerintem ezt a fejet innen át lehetne szerelni minden további nélkül a Commodore-ba is. Valószínű, vagy legalábbis ezt a felső részt, ugye, amivel gond szokott lenni, szerintem minden további nélkül meg lehetne így tenni. Na nézzük tovább egyébként, buta vagyok itt is, itt majd tík egyébként, tehát a panelon is rajta van. Na nézzük meg egyébként magát a tápegységet, hát ugye egy korabeli táp, kapásból ugye mutatom itt nektek. Tehát itt valami erőteljes barkácsolásnak a nyomait látom, itt van valami kondenzátor, ez valami nem tudom milyen ilyen szűrű kondi, ide van valami forrazgatva. Hát ezt meg fogom nézni, hogy ez micsoda. Ugye ez valami szűrű kondit ide forrasztottak már. Nem úgy néz ki, mintha ez gyárilag lenne, ha bár még az sem kizárt, hogy egy utólagos szűrű kondi. Egyébként azt látom, hogy tulajdonképpen egy ilyen klasszikus tápegységet lehet látni. Igazából amit érdekes, hogy ugye ez a tápegység viszont ugye nem hagyományos transformátor, mert ugye amit lehet látni, lehet, hogy az is azért van benne, hogy ez egy kapcsolóüzemű táp. Na most ez ugye nagyon érdekes, hogy ugye akkoriban kapcsolóüzemű tápot szereltek ebbe a gépbe. Ugye honnan tudom, hogy kapcsolóüzemű? Hát onnan, hogy ez a transformátor rendkívül kicsi. Ott van benne a maga a meghajtó integrált áramkör, ott van a végtranzisztora, ugye a magának a kapcsolóüzemű tápnak, ez egy BU208, ez valami ilyesmi tápegység, hát ugye látszik a puffereken, ugye ez a puffer, ugye ez egy 220 mikrofarádos, 350 voltos kondi, ez egy bemeneti táp puffer, úgyhogy ez egy kapcsolóüzemű táp. Ez egyébként nagyon érdekes, mert az az igazság, hogy ugye akkoriban azért ez nem volt jellemző, mikor ezt gyártották, hogy valami aki kapcsolóüzemű tápot kapott volna. Nagyobb gyárak, cégek, olyan mint a Sony volt, aki kísérletezett, hogy kapcsolóüzemű tápokat szereltek így a gépekbe. Ugye nyilván televíziókban már megjelent, de azért akkoriban még halljuk őszintén nagyon jellemző volt ez a sima tápegységes történet. Sima hagyományos trafós tápegységes történet. Ha másról nem beszélünk, hát ugye abban az időszakban lényeg a Commodore 64-nek is hagyományos transformátoros tápja volt, tehát ugye ez a fajta kivitel, sőt, hogy megnézzük a floppy meghajtókba, és mindenütt hagyományos transformátoros tápokat használtak, a későbbiekben tértek át ott is egyébként a kapcsolóüzemű tápokra. És ugye, ha belegondolunk, ugye ez akkoriban ez egy nagy szám volt, hogy valaki ilyen tápot készített. Ugye azért is tudták ezt ilyen alacsonyra megcsinálni, meg tudták volna táp trafóval is csinálni, de valószínűleg ez is oka volt. Úgyhogy erről az egységről ennyi, ugye nyilván itt egy mérést kell lesz végeznem mindenféleképpen, meg le fogom ellenőrizni, hogy megfelelő tápfeszültségek megjelennek-e, amik kellenek. Ugye, ha jól tudom, ennek a gépnek is ugyanúgy a dinamikus RAM miatt szüksége van ugye a plusz-minusz 5 voltra, illetve a 12 voltra, mínusz 12 voltra nincs szükség, elvileg meg fogjuk nézni, hogy rendben van-e a tápfeszültség és minden működik-e. Ennyit erről a floppy meghajtóról. Ugye ennek a javítását, a floppy fejnek a javítását majd meglátjuk, hogy lesz-e róla szó. Nem fogom most egyelőre szétszedni, meg fogjuk próbálni
anélkül, hogy hozzányúlnék a fejhez, hogy esetleg produkál-e valamit maga a floppy meghajtó, de, mint mondtam, ez így ránézésre régan áll, én ezt nagy gyanú szerint én kifogom belőle venni ezt a fejet, valószínűleg is meg fogjuk igazítani, megpróbálom a rugót, remélem, hogy nincs eltölve a fejbe a rugó, mert ugye ezt most így nem látom. Sajnos ugye ez is benne van a pakliba, ugyanúgy, mint a Commodore-oknál, hogy el van törve a fejbe a rugó, meg fogjuk nézni. Ha nem, akkor ha nincs eltörve, az van a jó, mert akkor óvatosan megpróbálom majd visszahajtani magát a rugóacélt, és akkor helyreállna magába a fejbe, meg újra pozícionálom a fejet mikroszkóp alatt, és akkor utána valószínűleg a magával, a meghajtóval nem is lenne többet probléma, valószínűleg jól is működik majd utána, meglátjuk, hogy mi van ezzel. Jó. Ezt most így félrerakom, a floppyról egyenlőre ennyit, és akkor majd, amikor sorra kerül, akkor nyilván lesz róla további folytatás a videóban. Hát úgy gondoltam, hogy azért még mielőtt elraknánk teljesen félre ezt a floppyt, hiszen szükség lesz rá, egy mérést azért végezzünk el, és nézzük meg, hogy a tápfeszültség, amiket kiadott tápegység, az ugye rendben van-e. Becsatlakoztattam a hálózatba, és bekapcsolom a tápot. Nagyon érdekes, hogy legalább egy 3-4 másodperc eltelik, mire elindul a táp. Tehát olyan, mint ilyen késletetés lenne. Ez nem tudom miért van, elképzelhető, hogy ez ilyen volt, nem tudom megmondani, de elindul a táp, vagy legalábbis hallom ezt a nagyon halk zümmögését a tápnak, illetve a floppynak a feje megmozdul. És akkor nézzük meg a tápfeszültségeket. Ugye, elvileg egy 3-4 féle tápfeszültséget kell mérni, egy plusz 5 voltot biztos, hogy kell tudnunk mérni. Ugye itt azt mondom, hogy 5,4 voltot mérünk. Ez egyébként jó lehet, mert ugye terhelésen, meg a vezetékeken is ami esik feszültség, ez azt jelenti, hogy valószínűleg a gépben ez teljesen rendben van. Aztán ugye mérnünk kéne 12 voltot, mert ugye ez a floppynak biztos, hogy kell. Ugye ezt ha megnézzük, ugye 12,65 volt, ez is teljesen rendben van, tehát ez is megvan. És akkor még egy tápfeszültség van, picit itt eldugva. Amire azt látjuk, hogy mínusz 11,22 voltot mérek rajta. És nincs is több. Tehát ugye megállapíthatjuk, hogy nem plusz-minusz 5 volt van és 12, hanem plusz-minusz 12 volt, illetve a plusz 5 voltot adja ki maga ez a tápegység magából. Ahogy néztem egyébként, trimmert nem láttam a tápba, tehát beállító trimmert nem nagyon látok a tápba, amivel ezt lehetne állítani, de egyébként ezek a feszültségek szerintem rendben vannak. Ugye magát a táprészét én szerintem nem is fogom bolygatni, így ránézésre a kondenzátorok rendben vannak, nem fogjuk átkondenzátorozni teljesen feleslegesen magát a tápot. Ugye én mindig azt vallom, hogy ami jól működik, azt nem kell javítani, tehát ez azt hiszem ez egy jó mondás. Ezekkel a kondikkal egyébként nem szokott probléma lenni, és azt gondolom, hogy itt ránézek a tápszűrő kondikra sem látok olyan dolgot, ami azt indokolná, hogy én ezt cseréljem, tehát semmilyet nem látok benne. Hálózatból kihúzom, ugye azt már most megteszem, hogy a floppy meghajtóba beleteszem azért ezt a papírlapot, és lecsukom, és én ezt így fogom most félretenni, és akkor most pedig azt fog nézni, hogy előveszük az egyik braille-labot, és ugye elkezdjünk belenézni, ugye elkezdjük az egyiknek a javítását. És itt is lennék az első braille-labbal. Igazából nagy dolgot nem néztem, itt most pont a plusz 77-est vettem föl, de nem nagyon néztem, hogy éppen melyiket, ezzel fogunk elkezdeni foglalkozni. Amit észrevettem így elsőre a géppel kapcsolatban, itt a másik kamerában talán lehet is látni, itt egy picit megnyomkodtam a gombokat, és látjátok, ez a kurzorgomb például leragadt, ahogy ez az F1-es gomb is, de ez nem azért ragadt le, mert a gombokkal lenne valószínűleg probléma, hanem szerintem a következő történhet. Valószínűleg ugye az idő miatt, ugye látjuk, hogy a burkolat is be van erőteljesen teljesen sárgolva. És szerintem ez a burkolat úgymond összehúzódott. Ugye ezek idővel ugye deformálódhat a műanyag, főleg, hogyha még esetleg valahol melegnek is ki van téve, vagy valamennyinek, és ezek a gombok ugye szorulnak. Ezt majd meg kell ezt néznem, ezt itt valószínűleg óvatosan, picit űreszelővel meg kell ezt a burkolatot igazítani, mert akárhogy néztem, tehát ugye ezek a gombok egyszerűen szorulnak. Tehát itt is ezek a gombok is szorulnak, és ugye nem is lehet a burkolatot odébb tenni, ez olyan, mintha egy kicsit így össze lenne zsugorodva a burkolat. És megnéztem a másik braille-labon, ez nincs így, úgyhogy ezen majd valószínűleg valami ilyesmit alkotni kell. Ugye amit a gépről tudunk, az az, hogy ugye ez a klasszikus
táki nyomógombok vannak a gépbe, ugye ki van alakítva, ugye neki itt a kurzor is, ugye, és körülbelül így néz ki. Maga a számítógép egyébként, ez a tipikus ilyen műanyag, ugye, ez nem is tudom, hogy ennélnek a történetében van ez, hogy eleinte orosz műanyagból csinálták, lehet, ez a tipikus ilyen kopogós, ez nem tudom, hogy ez milyen műanyag, de ez körülbelül ugye ebből áll. Ugye van, itt a lábak, ezek nem gumilábak, hanem sima műanyagláb van rajta, és körülbelül ennyi. Meg akarom nézni ezeket a csatlakozókat is, mert ennek is lóg az egész bele, ennek a videó csatlakozónak is, úgyhogy azért nem is csatlakoztattam még gépre rá. Ezeket megnézzük, és majd utána megpróbáljuk rákötni tévére, és megnézzük, hogy mit csinál ez a gép. De első körben azért úgy gondoltam, hogy nem kezdünk el rögtön vele dolgozni, hanem azért levesszük a burkolatot, és akkor megnézzük utána, hogy mi van belül, nincs-e valami nagyon nagy árulás, vagy valami olyan, ami esetleg rögtön valami nagyobb problémát okozna. Én azt gondolom, hogy először levesszük a fedelét, és akkor belenézünk ebbe a gépbe, majd utána megpróbáljuk azért egy próbát teszünk az indításra, meglátjuk, hogy mi történik, meglátjuk, hogy mutat-e bármilyen életjelet, vagy teljesen halott a gép. Ez mindjárt ki fog derülni. Úgyhogy most fogom, csinálok egy pár fotót ezekről a gépekről, és akkor a gépről is, és akkor utána levesszük a fedelét, és belenézünk a belsejébe. Nézzük meg akkor, hogy mi is van ebbe a gépbe. Ugye megfordítjuk, ugye itt hátul van kettő darab csavar, meg itt alul. Ugye kivesszük ezeket a csavarokat belőle. Itt alul úgy látom, hogy kereszthornyos csavarok vannak. Ezeket szépen innen kiszedjük. Egyik. Ezek szimpla 3-as csavarok, úgy látom, tehát valószínűleg ezek ilyen részmenetbe mennek be. Nagy valószínűleg tartom. És illetve itt a hátulján van kettő darab sima, normál és akkor hát vegyük le a tetejét, és akkor nézzük meg, hogy mi van benne. Óvatosan veszem, belenézek itt a kábelekbe. Jó. És hát akkor elég hosszú kábel van. Na, és hát elénk is tárt maga a számítógép, ami így néz ki. Ugye egy elég hosszú billentyűzet csatlakozó van rajta, ami igazából nagyon jó. És ugye itt van nekünk a számítógép. Azt láthatjuk, hogy egy elég nagy alaplapról van szó. Ugye ez nem ez a megszokott homlap alaplap, ez egy elég nagy alaplap. És ugye ez kell nekünk, ez a Braille Plus KFK-i kötője 77-es, május 1988-ban gyártott alaplapról van szó. Ugye ezt az alaplapot fogjuk megnézni, hogy mi lehet ezzel a probléma, mi lehet ennek a működési hibája ennek a gépnek. Ugye, hogyha megnézzük itt például a kapásból ugye kvarcokat, ugye azt látom, hogy ugye itt egy 12 MHz-es kvarc van, ugye ez a gépnek az órajele, van benne egy ez egy 2,45 MHz-es kvarc, nem hinném. Ez talán egy 5 MHz-es, majd megnézem, hogy ez milyen kvarckristály van benne itt. Ugye azt láthatjuk itt, hogyha belenézünk a gépbe, hogy ugye itt van a karakterom, ugye ez a videó RAM része magának a gépnek. Ugye egyébként alapvetően azt tudjuk róla erről a gépről, hogy ugye ebbe itt van ugye a RAM bank, amiben 41256-ok vannak. Tehát úgy tudom, hogy ebben a RAM egyébként jelentősen nagyobb, mint az átlag homlapokban, tehát ebben én úgy tudom, hogy jelentősen több memória van, majd meg fogjuk nézni, ugye ez CP per M-et tud futtatni maga ez a számítógép. Azt hiszem, hogy a plusz meg a sima Braille lap között ez a jelentősebb különbség a memória kapacitás. Ugye ha megnézzük, hogy ebben milyen floppy vezérlő IC van, ugye ebben van egy, mindjárt megnézzük pontosan, hogy milyen is ez az IC, ez egy Siemens Sub 27938-as IC van benne, azt hiszem ez a floppy vezérlője. Ez például egyébként nagyon érdekes, mert ez az IC olyan, mintha nem volna teljesen a helyén. Tehát ez az IC olyan, mintha félig kilógna a foglalatból, ilyen féloldalasan van benne. De ugyanígy féloldalasan van benne ez a processzor is, az ugye az illetve a Pio, az E80 Pio, tehát ugye látszik, hogy itt vannak azért ilyen anomáliák, ugye ezek nincsenek a helyükön, ezek a chipek.
Lehet, hogy már valaki próbálkozott ennek a javításával, és körülbelül ennyit látunk. Ugye itt van a MEA 8000-es hangszintetizátor benne, és körülbelül így néz ki. Ezt a dolgot így közelebbről is, tehát ugye erről beszélem, ugye ez a videó RAM része, ugye itt van benne ugye a processzor, a PIO, még egy PIO, tehát ugye kettő darab PIO van benne, ugye az az E80-hoz tartozó Zilog, ez a floppy vezérlő IC, ehhez van itt egy szerintem ez egy ilyen jó vezérlő IC, majd ezt megnézem, ez a D8251, nem ez, azt hiszem ez a sor, ez valami sorosport, ha jól tudom, de majd megnézem, hogy mi az. Ugye itt vannak benne ugye 41256-os RAM-ok, ugye ezek vannak benne, ugye 8 darab, ugye ez elvileg azt mondaná, hogy 256K RAM, majd megnézzük, hogy mennyi van benne. Ugye itt van a beszédszintetizátor IC benne. Ez a része, ez gyakorlatilag a Homelab-nak a részei, és így körülbelül így néz ki maga ez a számítógép belül, és ugye hát nyilván itt a billentyűzet is hátusó nézetből. Tehát ugye ez a kiindulási alapunk, és ugye ebből kell nekünk valami gépet produkálni. Vagy ezen túl, hogy ezeket az IC-ket most én így visszanyomtam foglalatba, más ilyen nagyobb dolgot nem látok, hát ugye ez a foglalat lóg egy kicsit, de ettől ezt be tudjuk csatlakoztatni. Úgy látom, hogy ennek közvetlenül videó kimenete van. Például nagyon érdekes most ezt például megfigyelni ennél, hogy ezt már most látom, hogy ennek a videó kimenete nem diódás keveréssel van megcsinálva, mint a Homeloboknak, hanem ellenállásokkal van megcsinálva. Meg fogjuk nézni, hogy ez mennyivel jó. Érdekes minden esetre ez az alaplap is. Itt is egy ilyen, nem is tudom mi ez valamint, hogyha vezeték le volna itt szakadva, nem tudom, hogy mi ez, ez lehet, hogy csak egy testkábel. Jó. Nos, ennyit erről a gépről. Ugye ezzel elleszünk egy darabig, én azt hiszem még ezt rendbe tesszük, vagy nem tudom, hogy mi lesz vele, mindjárt megnézzük, hogy működőképes-e. Én azt hiszem itt összecsatlakoztatom, és akkor teszünk egy próbát, hogy mutat-e bármilyen életjelet ez a számítógép. És akkor ugye összecsatlakoztattam ezt a Braillab, ez a pluszos gép. Ugye az antenna csatlakozója szerte szét van törve, tehát ez biztos, hogy cserélni kell. Nem tudom, hogy ilyen antenna csatlakozót fogom-e cserélni. Nem is tudom, hogy lehet, hogy van nekem, majd megnézem, hogy van-e, vagy lehet-e még ilyet kapni, ezt a műanyagot, mert lehet, hogy lehet, nem tudom. Ha nem, akkor az is elképzelhető egyébként, hogy RCA csatlakozót teszünk ide. Majd ez kiderül, meglátjuk. Összecsatlakoztattam, nézzük meg, hogy mutat-e valamilyen életjelet maga ez a gép. Igen, ugye ez a gép mutat életjelet. Tehát nagyon gyanús nekem ez a tápegység, egyre gyanúsabb egyébként, hogy nagyon-nagyon lassan indul el a táp. Tehát olyan, tehát ez kapcsolóüzemű táp nem szokott ennyire lassan indulni. Tehát ez olyan nagyon lassan indul ki, és ugye most azt látom a képernyőn, hogy ugye van kép, de hát hogy mondjam, elég érdekes a kép a magán a készüléken, és így magán a gépen, és elég így hullámzik a kép. Ez nem tudom, minek lehet az oka, ez a hullámzás. Működik ez a dolog. Megnézzük, hogyha a billentyűzetet rátesszük, akkor is megy el. Ugye a billentyűzetet levettem, ez is egy hibát ki tudunk belőle szűrni. Rátesszük a billentyűzetet, hangszóró pattant, megnézzük, hogy a billentyűzetre reagál egyébként. Jó. Homelab CP per M operációs rendszer, ugye kéne hozzá a lemez. Jó, hát a billentyűzetre reagál. Tehát a gép az úgy néz ki egyébként, hogy él valamennyire, vagy legalábbis, hát nem valamennyire, hanem ez úgy néz ki, hogy él ez a gép. Ezt megpróbáljuk kivenni belőle. Ez annyira, ez a tipikus, mint az Apple-öknél, az is úgy van. Úgy látom, hogy a gép az tulajdonképpen él. Nyilván ezt járatnom kell, majd meg fogjuk nézni ugye ezt a dolgot. Ez a képernyő hullámzás, ez nagyon-nagyon érdekes, tehát nagyon hullámzik a kép. Nekem gyanús egyébként a tápegység. Nem is tudom, hogy mutassam nektek ezt a dolgot, vagy mit tudunk ezzel csinálni. Nem fogja visszaadni a kamera, az a baj, mert ugye most ez olyan nektek a kamerában, most én belenézek, mint hogyha ez a tipikus CRT hullámzás lenne, de ez nem az. Tehát az egész kép ugrál, tehát ez nem csak a kamerában ilyen, hanem ez valójában is ilyen a kép. Tehát ugye ez nem csak a kamerában ilyen problémás. Nézzünk csak meg egy tápfeszültséget. Nekem gyanús ez az egész. Tehát nekem
itt a tápegység is gyanús, hogy itt valami nem jó, nem tudom a szkópon fogjátok-e látni a szkópnak a képét. Beránézek ugye a tápra. Mindjárt keresek itt valami táp. Hát mondjuk nézzük meg ezt az IC-t itt, nem tudom, hogy ez jó lesz-e. Aha. Látjátok? Ez az 5 volt. Ugye látjátok, benne vannak az alsó tüskék. Ugye egy elég nagy tápingadozás van. Ez biztos, hogy nem jó. Ez a dolog. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ezt a gép okozza-e. Vagy maga a tápegység. Ezt én lekapcsolom, és akkor lehet, hogy megmindjárt megnézem a tápot csak úgy külön. Hogy ezt a gép nélkül mit csinál a tápegység. Az a baj, nem tudom, hogy melyik a test, meg melyik a dolog. Jó, mindegy, ezt majd meg fogom mérni, most nem méregetem így nektek a videóba. A lényeg a következő, ez a gép, ez többnyire úgy néz ki, hogy él. Nyilván ez most annyit jelent, hogy van valami kép, van ez a hullámzás. Nem tudom, hogy a táp okozza, nem tudom, hogy esetleg maga a gép okozza-e a hibát, tehát a gép áramkörében van a hiba. Ugye működik a gép, tehát ez legalább mutat életjelet. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ebből már biztos, hogy lesz énekes halott, vagy nagyon jó eséllyel. Ugye most annyit látunk, hogy keresi a floppy-ról magát a CP-peren fájlokat, ugye ezt is meg kell. Ugye nekem gyanúsak ezek az IC-k, hogy lógnak ki a foglatból, hát ugye sok mindent jelent, mert ugye például, hogyha nem megy a floppy vezérlés, akkor és nem tud betölteni mondjuk programot a floppy-ról, akkor ez a géppel semmit nem lehet csinálni, hiszen ezen egy olyan operációs rendszer van, ami igényli magát a lemezről betöltendő oprendszert. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy PC-t most per pillanat, hogy gyakorlatilag csak egy BIOS van rajta, ugye az operációs rendszer floppy-ról tölti be a CP-peremet. Tehát ez most így per pillanat, ugye ezzel lehet még gond, ezt nem tudjuk most még megállapítani. Az jó jel, hogy van kép, tehát így van életjel, tehát azért ez egy jó kiindulás alap. Ezt a hullámzást kell megnéznem, hogy ez mitől van. Nem kizárt, hogy a tápegység, ezt több mint valószínűleg azt fogom csinálni ezzel a géppel egyébként, hogy fogunk egy tápegységet, és rákötünk egy olyan tápot, aminek megnézem a tápfeszültségek kiosztását, hogy hogyan megy, és akkor majd szerintem azt fogjuk csinálni, rákötünk egy tápot, egy olyan tápot, egy külső kapcsolóüzemi tápot, ami tutira stabil a feszültség, és megnézzük, hogy úgy ez a hullámzás megmarad-e, vagy esetleg megszűnik. Ugye kizárjuk, hogy a táp okozza a problémát, de minden esetre ez a tápfeszültség tüskék, ez semmiféleképpen nem jó. Tehát ez biztos, hogy nem jó. Csak ugye azt nem tudom, hogy ezt a nagy ingadozást esetleg nem ez az alaplap okozza. Tehát ezt most nem tudom megmondani így alapesetben. Az is elképzelhető, hogy ugyan azt mondtam a tápegységnél, hogy nem akarom bántani. Lehet, hogy kell lesz. Lehet, hogy a tápszűrő kondikat vagy valami cserégetni kell, majd ez ki fog derülni, meg fogjuk nézni. Ez gyanús nekem, ezzel a tápnál ugyan lassan indul, habár azt tudni kell, hogy ezeknél a tápoknál szoktak olyanokat alkalmazni, főleg akkoriban tettek vele ilyeneket, tehát olyan például a PTC ellenállás, ami fölmelegedett, és annak fel kellett melegedni, hogy az ellenállás lecsökkenjen, hogy induljon a táp, egy ilyen lágy indításként. És például lehet ilyen probléma is, hogy túl lassan csökken le a feszültség, és ugye lassan éri el a bemeneti puffer a feszültségét, hogy el tudjon a táp indulni. Na erről ennyit, ugye ezek megint a kiindulási alapok, ugye ezeknél a gépeknél, és ugye ennek a gépnek is a javításánál. Most ugye azt fogom csinálni, hogy ugye ez a gép, ez a plusz 77-es, ez ugye mutat életjelet, ez egy nagyon jó kiindulás. Ebből fogom majd alakítani, ugye ezt megpróbáljuk életre kelteni mindenféleképpen, tehát ezzel fogom majd folytatni. De mielőtt ebbe belefognék, megnézzük a másik gépet is. Most ezt előre veszem, megnézem, mégpedig len azért, mert hogy esetleg, hogyha mind a két gépnél ugyanolyan probléma jelentkezik, akkor ki tudjam zárni, hogy mi esetleg a probléma oka. Tehát ugye ezt most én itt per pillanat visszarakom a burkolatot, nem fogom visszacsavarozni, mert ugye ezt majd fogjuk javítani. Ezt mindenféleképpen így félreteszem most per pillanat. És itt van a másik 77-es, aminek már levettem egyébként a burkolatát, tehát azért, hogy belenézzek a belsőbe. Amit tudni kell róla, mutatom nektek,
hogy gyakorlatilag a plusz 77, meg ez a sima Braille lap 3 között, megmondom őszintén, én nem tudom megmondani, annyira nem vagyok benne képben, majd utána nézek, hogy mi a különbség igazából. Az egyértelműen látszik, hogy más a nyomtatott áramköri lapnak a fóliázata, meg ugye a kinézete. De ránézésre ugyanaz az integrált áramkör készlet van benne, minden ugyanott van, ugyanúgy 41256-os ramok vannak benne, tehát elméletileg szerintem a két gép egyébként tök ugyanaz, lehet, hogy romban van valami eltérés, tehát lehet magában a programban, vagy egyéb ilyen dolgokban, nem tudom megmondani, mert az látszik, hogy a fóliázata más, de az is nagyon érdekes, hogy a Braille Plus 77-esnek a nyomtatott áramköri lapja az 88-as gyártmányú, még ennek a sima 77-nek pedig 89-es. Legalábbis a felirat szerint. Ennyi, igazából nem tudom mondom megmondani, tehát annyira ezekben a Braille lapokban már nem voltam otthon, hogy itt mi a kettő közt a különbség, mint mondom, így ránézésre így végig futottam az integrált áramkörökön, szám szerint is mindenben, meg az egyéb alkatrészekben is minden egyezik. Amit láttam különbséget, hogy például ezen a... nekem ez tűnik régebbinek egyébként, ez a sima 77-es nyák. Ezen például van itt egy átkötési fólia, az ide is van írva a nyákra, hogy ide kell egy fólia. Nem tudom. Az is elképzelhető egyébként, hogy csak annyi a különbség, hogy nem ugyanott gyártották, mert a két nyákot viszont... még abban se tudom, tehát nem tudom megmondani, nem ugyanaz a két nyák. De az iciknek a maga pozíciója, meg az icik elhelyezkedése ugyanaz. Szerintem működésben egyébként nincs a két gép között különbség, csak esetleg itt a romban. De mondom, nem tudom, tehát ha valaki erről többet tud, akkor az mondja el. Én azt gondolom, hogy egyébként áramkörben igazából eltérés a két gép között nincs áramkörileg, tehát szerintem ugyanaz a két gép, ugyanaz a táp is tartozik elvileg hozzá. Úgyhogy ugyanúgy is tudjuk indítani. Na itt erről a beszédről, és próbáljuk meg elindítani ezt a gépet, másik gépet is. Nézzük meg, hogy ez mit csinál, vagy egyáltalán csinál-e valamit. Ugye a tulajdonos egyébként azt mondta, hogy ő neki nem sikerült egyik gépbe se életet verni. Nekem a másik az elindult, ha bár egy picit érdekesen. Az is lehet, hogy egyébként a videó csatlakozó nem érintkezett neki rendesen, vagy valami ilyesmi miatt nem látott azon képet. Nem tudom. Habár például hangnak lenni kellett volna rajta, ugye? Mert ugye a hangnak lenni kellett, lehet, hogy hang volt, nem tudom. Azt mondta, nem adott neki képet, én elhiszem, tehát simán elképzelhető. Ugye abban el is van törve az antenna csatlakozó, elképzelhető egyébként, hogy csak kép azért nem volt neki rajta, nem tudom megmondani. Na nézzük meg ezt a másik gépet, ugye becsatlakoztatjuk ezt is. Ugye AV, ez már elindult. Jó, ebbe is szét van törve teljesen a csatlakozó, oké. Tehát ezt mind a kettőt cserélni kell, tehát ez mind a két csatlakozó tropa rajta. Majd megbeszéljülem vele egyébként, mert én egyébként nem ezeket a csatlakozókat tenném rá, megmondom őszintén, hanem én tennék rá RCA csatlakozót, ha más nem ide bele egy pici panelt és egy nagyon jobb, tehát egyszerűen ugye ezeken videó kimenet van, RCA kábelt lehet is kapni, tehát szerintem ez belefér attól függetlenül, hogy ugye valamit módosítunk a gépen, hogy nem lesz 100%-osan eredeti, ez azt hiszem, hogy belefér, mivel a használhatóságát azért nagyban befolyásolja, mert ilyen coax RCA-s kábelt nem lehet találni már. Jó, csatlakoztassuk a tápot, tehát ki van kapcsolva. Jó. És akkor hát megpróbálom elindítani, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Jó. Nem indul a gép, és azt is hallom, hogy zárlat van a gépben. Hogy honnan hallom ezt a dolgot, lehet hallani a kapcsolóüzemű tápot, hogy próbál indulni, és nem tud elindulni. Tehát az a... Tehát ilyen próbálgat indulni a kapcsolóüzemű táp, de nem tud elindulni. Ez azért van, mert megülteti valami a tápot. Tehát ez az alaplap zárlatos. Tehát ezzel valami zárlat van, vagy valami probléma van. Na, ugye ez már valószínűleg nagyobb javítást fog igényelni, valószínűleg jobban szét kezd bontani. Ugye megint ugyanaz a probléma, mint a TVC-knél, ugye, hogyha megnézzük ezt a gépet, akkor ugye azt tapasztalhatjuk, hogy azért elég sok integrált áramkör van benne, és ugye majd meglátjuk, hogy melyik tápvonal van, mert ugye nem biztos, hogy az 5 volt van megülve, meglátjuk, melyik tápvonal van zárlatosodva.
mert ugye, hogyha az 5 voltos vonal van zárlatosodva, akkor bizony aztán bontanom kell, de rendesen az integrált áram valószínűleg, ugye ebben nem nagyon fogom tudni megállapítani. Ennél nem szeretném azt elkövetni, megmondom őszintén, mint a TVC-nél, hogy nagyobb árammal megnyomatom, és ha megnézzük, hogy hol melegszik, mert azért azt valljuk őszintén, hogy egy TVC alaplap az egy 10-15 ezer forintos tétel, max 20 ezer forint, de az már nagyon-nagyon max, már 20 ezerért már komplett TVC-t lehet venni. A Braille lab nem ez a kategória. Tehát itt 6 számjegyű összegekről beszélünk, nem szeretném ezt a nyákot végigégetni, tehát itt ilyen nagy terheléses tesztet biztos, hogy nem fogok rajta csinálni. Akkor inkább bontom ki belőle az alkatrészeket egyesével és méricskélem végig, amíg meg nem találom, hogy hol van az állatos integrált áramkör, vagy kondenzátor, vagy bármi, mert itt nem csinálunk ilyen túlterheléses történetet ennél semmiféleképpen. Jó, megnéztük mind a két gépet, most elkezdem valamelyiket javítani. Valószínűleg egyébként most az fog történni, hogy megpróbálok keresni egy CP-perem lemezt valahogy, hogyan tudok alkotni hozzá, és megnézzük, hogy a floppyval tudunk-e valamit kezdeni, hogy a floppy működik-e. Megpróbáljuk ezt a pluszos gépet valami úton módon elindítani, még ha itt hullámzik is a kép, megnézze egyáltalán tölte be, tehát hogy valami ilyesmi, ez a része működik-e magának a gépnek, és szerintem azzal fogunk kezdeni, megpróbáljuk azt olyan állapotba hozni, hogy az tényleg normálisan működjön, és hogyha az minden teljesen rendben működik, meg jó a kép, meg minden, akkor fogunk valószínűleg ebbe az állatos gépbe belefogni, és valószínűleg ez lesz a hosszadalmasabb művelet, de majd ez is természetesen kiderül, és akkor folytatódjon a videó. Most pedig egy olyan dolgot fogunk megnézni itt a Braille labokkal kapcsolatban, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ezeket a gépeket be tudjuk üzemelni. Mégpedig len az, hogy szükségünk van nekünk floppy lemezre, mégpedig len CP-peremes floppy lemezre. Ugye ez manapság elég nagy problémát okozhat. Nem maga a floppy lemez, meg maga az adathordozónak a beszerzése, hanem hogy ezt hogyan tudjuk fölírni egy olyan formátumba, ami ezekhez a Braille labokhoz kell. Sajnos ugye ez egy CP-peren formátumban felírt lemeznek kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy DD-s lemez kell hozzá, ugye DD-s lemez kell ugye a Commodore-okhoz is. Ezzel nincsen probléma, mert ugye ilyen lemezt azért még be lehet szerezni, ha más nem használtam. Viszont 800 kilobájtos formátumra kell formázni. Ugye a gond ott kezdődik ezzel, hogy ugye magához a számítógéphez, hogy a számítógépet be tudjuk üzemelni, szükségünk van egy CP-peren rendszerlemezre. Addig a géppel nem tudunk csinálni semmit. Ugye ilyen formátumot milyen floppy meghajtóval tudunk kiírni, ami képes is arra, hogy ezt a formátumot felírja. Hát ugye alapvetően ugye itt ilyen Commodore floppy-k nem jönnek szóba, ugye a Commodore-oknál ez valamilyen szinten megoldott, hogyha a PC-n megvan mondjuk a lemezkép fájl, akkor ugye PC-n ugye egy XOM 1541-el vagy valamivel át lehet vinni ugye magát a fájlokat, egy 1571-es floppy meghajtóra, és ugye meg tudjuk csinálni ezt a dolgot. Vagy ugyanez a helyzet mondjuk egy Enterprise esetén, ugye a Dual Floppy Drive-nál meg tudjuk csinálni, hiszen képes ugye kezelni ezeket a floppikat. Ugye sajnos ugye a Braille esetében ezek az utak nem járhatóak. Ugye egyetlen egy megoldás van, hogy valami úton módon PC-vel kellene ezt nekünk megcsinálni. Olyannyira, hogy egyébként ez a Braille disk formátum ugye a homlabos weboldalon megtalálható volt. Sajnos most ez a weboldal egy ideje nem érhető el, de azért vannak róla mentések, és ugye rendelkezésre áll, megvan így végülis ez a Braille-labos CP-terem disknek az image fájja is, amit feltöltöttek itt, és köszönöm a videóban, aki ezt megtette, aki feltöltötte, nem tudom egyébként, hogy kitette ezt meg, de köszönjük neki, hiszen enélkül nem túl sok mindent tudnék kezdeni én ezekkel a gépekkel. Annyit tudnék csinálni, bekapcsolom és várja a rendszerlemez, de igazából további működést nem tudnánk ugye tesztelni. És itt kezdődött a probléma, hogyan csináljak én CP-perem lemezt PC-vel. Ugye a legnagyobb gond ott kezdődött, hogy ugye ahhoz, hogy ezt a lemezt tudjuk használni, kell egy 5/4-es floppy meghajtó, ami még csak-csak rendelkezésre áll, van is nekem azért belőle van egy pár darab. De jött a következő gond, hogy kellene egy olyan PC, amiben be tudjuk tenni az 5/4-es floppy meghajtót.
Ugye azt most elmondom, hogy a mostani korabeli PC-ket, tehát ez az időben, az időszakban, sőt még az egy generációval, akár még két generációval régebbi PC-knél is, ezt felejtsük el ezt a dolgot, egyszerűen nincs rajtuk floppy interfész. Egészen vissza kell nyúlnunk az LGA 775-ös alaplapokig, illetve az AM2 pluszokon van az AMD-s alaplapoknál, ahol található floppy interfész port még az alaplapon. Tehát valami ilyesmi gép kell minimum. Sajnos azt is meg kell, hogy mondjam, hogy még ez sem biztos, hogy jó, hiszen több olyan alaplap van, amin van floppy interfész, de az ember bemegy a BIOS-ba, akkor láthatja, hogy csak az 144-es floppy-t támogatja. Tehát az 3,5-szoros floppy lemezeket támogatja az alaplap. Habár, az megjegyzem, hogy azért ezekkel már lehet próbálkozni, mert elképzelhető, hogy ettől függetlenül ezeket is lehet használni. Én még visszább mentem, és igazából többnyire azért, mert ott, ahol fönn megtalálható volt ez a Homelab CP-perem disk file, ott volt is egy rövid leírás, amivel leírták, hogy mivel készítették ezeket a fájlokat. Ez a program nem más volt, mint az OmniFlop nevezetű program. Habár az OmniFlop programot le lehet tölteni, és az OmniFlop programnek már 64 bites változata is létezik, tehát elméletileg ugye még korszerűbb operációs rendszerekkel is működik. Ha az ember megnézi, azért ilyen Windows XP-től fölfelé még ilyen Windows 7-nél még ez működik, rendesen, biztosan működik ez a program. Van egy régebbi változata is, ami Windows 95, illetve Windows 98, ez az OmniDisk nevezetű program. Megnéztem ezt is egyébként, de igazából ezzel nem túl sok mindent tudom kezdeni. Mi is ez a program, ez az OmniFlop? Ez az OmniFlop program azt tudja, hogyha van nekünk egy olyan PC-nk, amin fut mondjuk egy XP, és van benne egy 1.2-es floppy meghajtó, tehát egy 5.4-szolos 1.2 megabájtos floppy-s meghajtó, akkor ezt a meghajtót ugye ezzel az OmniFlop programmal, illetve ennek az OmniFlop programnak az illesztő programjaival rá lehet venni különböző egzotikus formátumoknak a kiírására. És tulajdonképpen ezzel tudjuk megvalósítani azt, hogy a Homelab CP-perem disk formátumba lévő image file-t kiírjuk egy DD-s floppy lemezre. Ez így elmondva nagyon egyszerű, a gyakorlatban megvalósítani annál bonyolultabb. Hogyan sikerült, ugye ezt meg kellett járnom, ugye elmondom, ez egy párnapos procedúra volt, amire ezt sikerült összehozni. Ugye az első lépés az volt, hogy kellett egy PC, ugye most per pillanat itt az asztal alatt itt van, ő egy PC, mindjárt meg fogjuk nézni, ugye majd bekapcsolom a gépet, annyit kell róla tudni, hogy ez a gép egy Pentium 4-es alaplap, ugye egy 478-as Pentium 3 GHz-es processzor van benne. Ez egy gigabyte alaplap, valami azt hiszem, hogyha jól emlékszem, ilyen talán i8, nem tudom, valami GA, i8, nem is tudom pontosan mi a... Megnézem a telefonba, hogy tudjam nektek mondani, hogy milyen alaplap van, amivel biztosan működik, hiszen ezzel már működik. Tehát ugye sokat kísérleteztem vele, de mindjárt meg is mondom konkrétan, hogy ha valakinek esetleg olyan gondja van, hogy meg akarja nézni, hogy mi az az alaplap, amivel bizonyára működött, akkor ezt mondom, hogy ez egy... milyen jó lenne, hogyha látnám, meg nem forgatná. Ez egy Gigabyte GA 8 IPE 1000 kötőjel G. Ez az alaplapnak a típusa. Ezen az alaplapon, ugye egy Pentium 4-es processzor van, és ezen az alaplapon van egyébként normális IDE port, van rajta ugye 2-es, tehát primary, secondary port is van rajta. Van rajta, tehát ide egy ide-kettő, van rajta floppy port, és az a fajta floppy port van, ami még támogatja az A, illetve a B meghajtót is, tehát egyszerre két floppyt is le tud kezelni, van rajta SATA port, stb. Tehát ez az alaplap egyébként egész tűrhető. Ezen kívül van benne nekem másfél gigabyte DDR400-as RAM, tehát így ez bőségesen elegendő egy Windows XP futtatása, illetve egy Windows XP Professional is van rajta. És akkor nézzük meg, hogy hogyan is működik, illetve még annyit, hogy a floppy meghajtónak a típusa. Floppy meghajtót is keresgetnem kellett. Az eredeti Homelab floppy meghajtó egyébként egy TIG, azt hiszem FD55, FDR55-ös típusú floppy meghajtó. Azzal próbálkoztam PC-vel, és elmondom, hogy nem volt jó. Nekem nem sikerült ezzel az alaplappal összehozni. Ez most pontosan típus, nem tudom nektek megmondani, de egy Panasonic floppy meghajtó, ami benne van, amivel sikerült igazából összehoznom azt, hogy működik és a rendszer. És akkor most ténylegesen nézzük meg, hogy hogyan is működik. De az az igazság, hogy ugye az a baj, hogy
bekapcsolom közben a gépet, de az a baj, elmondom nektek, hogy ugye XP-n így nem nagyon tudom a képet rögzíteni, meg túl sok probléma lenne. Ugye itt van, látjuk egyébként, ez egy Pentium 4 3 GHz-es processzor, indítja itt a drive-okat. Természetesen elemet cserélni kellett az alaplapba, mert nem jegyezte meg a BIOS beállításokat, stb. És ezen ugye egy Windows XP fut. Ez egy legális Windows XP Professional, tehát nem egy feltört változat, nincsen semmilyen. Az Omniflop leírásában van egyébként egy olyan leírás, hogy ha minden ha több gond van, lehet próbálkozni úgymond a csökkentett módban való futtatással is, mert azzal is gond lehet. Ugye a következő, ugye ehhez az Omniflopnál, ehhez a megoldáshoz alapvetően ugye egy 1-2-es flopira van szükség, viszont DD-s lemezre. Tehát ugye a HD-s lemezre ne is próbálkozzunk, mert nem fog működni, nem lehet kiírni ezt a dolgot. Ugye itt most nekem egy másik egér kell, meg másik billentyűzet. Hát ugye nem egy villámgyors dolog, de bejelentkezik. És ugye így néz ki. Hát ezen a gépen van egy-két dolog, ugye ez egy régebről lévő merevlemez nekem, ez egy régebbi gép, úgy raktam össze egyébként. Nem egy ilyen alaplap volt, hanem egy AMD alaplapból volt összerakva. Lényegtelen. Ugye alapvetően van nekünk ez az Omniflop program, ami itt látható. Ebben az Omniflop programban egyébként található két rendszer file, ez az Omni FFDC, illetve az Omniflop nevezetű rendszerfájl. Ez egyébként nem más, meg itt egy telepítési infofájl, ez nem más egyébként, mint driver. Ugye alapvetően a gépben le kell cserélni a drivereket a floppy meghajtónál, mégpedig len úgy néz ki, hogy ugye megnyitjuk itt az eszközkezelőt, és akkor a hajlékony lemezes meghajtót a hajlékony lemez vezérlőnél le kell cserélni. Látjátok, az Omni FDC External Floppy Disk Controller, nagyon egyszerű, jó, jobb klik, illesztőprogram frissítése, nem most, nem, tovább, és akkor itt gyakorlatilag be kell lapozni a drivert, és gyakorlatilag azt fel kell telepíteni, ugyanígy a hajlékony lemezes meghajtónál is meg kell ezt lépni, és ki kell cserélni a drivereket. Ugye ez az első lényeges dolog. Elindítjuk ezt az Omniflow programot, elindul ez a varázsló itt. Ugye alapvetően ugye azt mondjuk, hogy varázsló, ugye segít minket végigfutni a dolgokon. Berakom a floppy lemezt, ugye itt van a floppy lemez, ezt berakom magába a floppy meghajtóba. Egyébként mielőtt ezeket végigpróbálod, érdemes kipróbálni, hogy valóban jól működik a floppy, akár egy 1-2-es lemezzel, egy normál formázást, írás, olvasást, hogy minden rendben működik. És akkor nézzük meg, hogy működik a program, azt mondom, hogy next. Ugye alapvetően, mivel én egy ugye tudunk olvasni a lemezről, írni a lemezre, formázni a lemezt. Ez egyébként image fájlokról van szó, tehát ez nem működik ilyen drag and droppal, nem tudunk a lemezre írni, hanem tulajdonképpen le tudjuk menteni a lemezt image fájlba, vissza tudjuk olvasni, tehát le tudjuk ellenőrizni, hogy jó-e, vagy tudjuk formázni különböző módon. Illetve van itt egy ilyen format write, ugye amikor van egy lemezkép fájlunk, akkor tulajdonképpen ugye őt fogom itt használni. Azt mondom, hogy next. Ugye floppy disk drive A, nekem ez az 1-2-es floppy meghajtó. Next. És ugye ki kell választani egy lemez formátumot. Hát ugye le volt írva, hogy alapvetően ez egy 82, 5-ös, 5-ször, illetve 1024 bites beállítás kell. Ugye ezt kell beállítanunk nekünk, ez egy 800 kilobájtos CP-perem formátumú lemez. Többféle van ilyen egyébként hasonló beállítása, tulajdonképpen ez volt egyik, hogy ezt kikerestem, ezt állítottam be. Csak azt mondom, hogy next. Ide betallózzuk a Browse-zal magát a Homelab Image file-t. És gyakorlatilag azt mondjuk, hogy finish. És ugye kijelzi nekünk, hogy ugye azt mondja, ez egy DD-s formátum, használjunk DD-s lemezt. Ne használjunk HD-s lemezt, mert nem fog működni. Kiírta nekünk. Azt mondjuk, hogy oké. És ugye gyakorlatilag elkezdi nekünk az A meghajtó, ugye az 1-2-es floppy leformázni a lemezt, ugye 800 kilobájtosra. Viszonylag gyorsan megtörténik, tehát elég gyorsan leformázza egyébként magát a meghajtót. És ugye elmondom, hogy próbálkoztam ugye több floppyval is, több floppy meghajtóval is próbálkoztam, és ugye az volt a gond, hogy több floppynál a formázás lement, tehát ugye ez a folyamat végigfutott, viszont az volt a probléma, hogy az írás nem tudta megcsinálni. És igazából utólag, ha visszanéztem, a formázás sem volt teljesen rendben. Tehát valami gond volt, és ezek olyan meghajtók voltak, ami a HD-s lemez
szépen egy-kettesre megformázta, meg írni, olvasni tudtam, tehát minden működött, ezzel mégsem akart jó lenni. Ugye befejezi mindjárt a formázást, és el is kezd írni rá. Ugye itt akadtak meg egyébként a tík meghajtók, ugye ezt nem csinálták meg, ugye, és gyakorlatilag most ez végig fut, és kész van nekünk a CP-peremes lemezünk. Ugye látszik, hogy nagyon szépen írja, és nincs is vele igazából semmi gond. És egyébként elmondom, hogy tökéletesen jól működik a lemez. Hát fogjátok látni a videóban egyébként, hogy ezekkel a lemezekkel fogok dolgozni, illetve hogy fogom tesztelni magát a Braille-labot. Tehát teljesen jó rendben működik. Ugye most már megvárom, mert mindjárt kész vagyunk vele. Ugye egyébként a végén megkérdezi, hogy még egy lemez szeretnék-e készíteni, ugyanezzel a beállításokkal kész. Azt, hogy szeretném ismételni az operációt, hát ezt mondom, hogy nem. És körülbelül ennyi lenne. Gondoltam azért, hogy ezt megmutatom nektek, hogy hogyan készítettem én a Braille Love lemezeket, de hát mondom, ez most csak a végeredmény. Egyébként egy kétnapos küzdelem volt, mire találtam egy olyan gépet, amin a floppy csatlakozók jól működtek. El kellett indítanom egy XP-t, ami rendben működő XP, és tényleg jól működik. Föl kellett raknom ugye ezt a programot, driverezni kellett, és akkor utána jött az a veszőfutás, hogy találni kellett egy olyan floppy meghajtót, amivel valójában jól működik ez a dolog. Szerencsére én találtam, ez nekem így bevált, és ugye egyébként elmondom, hogy nyilvánvalóan kipróbáltam ezt a floppy lemezt, egyébként, amit írt, hogy valóban működik-e magában a Braille Lab gépben, és működik, és elindul róla. Ezt fogjátok látni egyébként, hogy fogom tesztelni a Braille Labokat. Ugye ennyit erről, tehát így lehet készíteni. Egyébként rengeteg féle floppy formátumot tud maga ez az OmniFlop. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy aki retrózik, meg retrózással foglalkozik, az nem egy elvetendő ötlet beszerezni egy olyan gépet, egy ilyen valami régi XP-s gépet, amivel a floppik így működnek. Én egyébként ezt már régóta terveztem, meg voltak is olyan gépeim, amivel csináltam a floppikat a 1581-hez, meg egyéb különböző eszközökhöz, de régóta terveztem, hogy csinálok már egy olyan PC-t, amiben tényleg jól működik minden ilyen floppy és ilyen régi dolgok vannak. Ebben van egyébként egy 3,5-es floppy is, az is tök jól működik, és az az igazság, hogy így én azt gondolom, hogy elvileg ugye Commodore formátumot is tudok írni vele, mind a kis floppyra, mind a nagy floppyra, tehát én azt gondolom, hogy ez minden igényt kielégít, és így gyakorlatilag mindenféle lemezt tudok. Tehát elméletileg ugye a Commodore floppyt is minden további nélkül ki tudok menteni. Nem próbáltam még, de elméletileg ugye ezek után ennek működni kell. Jó, ennyi volt a CP-perem lemez, és akkor folytatom innen. Itt nem tudom, hogy mivel, de folytatódjon a videó.